Báthori István, amikor trónra lépett, esküvel fogadta, hogy visszafoglalja az orosz cár által elfoglalt területeket. Ez részben Litvánia egy kis része volt, az a földterület, ami vita tárgya volt, az Livónia, a mai Észt és Lettország, tehát így tudnánk legjobban meghatározni. Ez 1558-ban veszett el, amikor Iván benyomult a területre és a nagy részét elfoglalta. Tulajdonképpen a lengyel-litván államnak nem sokkal korábban lett erre a területre joga. Nem lehet azt mondani, hogy ősi lengyel vagy litván föld lett volna. Az, hogy itt olyan kikötők voltak, amelyek télen nem fagytak be, és ezért a kereskedelem egész évben bonyolódhatott, ez rendkívül kívánatossá tette mindenki számára ezt a területet, és ezért állandóan támadás alatt volt. Az a tény, bejött a reformáció, amitől mind a lovagrend, mind a rigai érsek elvesztette a maga támaszát, bázisát. Az eredményezte, hogy összeomlott az állam, és az utolsó nagymester az pedig felajánlotta a lengyel királynak a megmaradt területeket, hogy hűbér uránák fogadja. Tehát így volt a lengyel államnak erre joga. De innentől ez már az övéké volt, hozzájuk tartozott, és az orosz cárnak a benyomulása az teljesen tarthatatlan és sérelmes volt, főleg úgy, hogy nem állt meg itt, hanem ilyen agresszív támadásokat folytatott. Báthori nem azt a módszert választotta, hogy elindul, és akkor lépésről lépésre visszafoglalja a várakat meg a területeket. Főleg azért nem, mert a éghajlat és a terület erre szinte alkalmatlan volt. Ősztől késő tavaszig ez a terület alig járható a kemény fagyok miatt. Amikor meg felolvad, akkor meg olyan szintű sár, mocsár keletkezik, hogy megint a hadseregek nehezen mozognak rajta. Tehát itt egy hadsereget végigvinni, az egy kemény kihívás. És inkább azt csinálta, hogy támadjuk meg az oroszokat Oroszországba, de azon a részen, ami összeköti őket Livóniával meg a litvániai résszel. Ezzel az a jó, hogyha ott elfoglal orosz várakat, akkor a létszám fölénybe levő orosz utánpótlást el tudja vágni. Nincsenek itt nagyon erős várak, itt favárakról, palánkvárakról van szó, amit betapasztanak sárral. Viszont ennek is van egy technikája, amit tudni kell ahhoz, hogy ezeket könnyen, gyorsan el lehessen foglalni. Hát ez természetesen Báthori meg a igen összetett etnikumú sereg ezt jól tudta. Az volt fontos, hogy az infrastruktúrája az egész hadjáratnak nagyon ki volt dolgozva. Kész elemekből előre legyártott mobil hidakat vittek magukkal, amit egy pillanat alatt így pontonhídként összekötöttek, és átkelt rajta a sereg, utászok hátra maradtak, összeszedték, vitték utánuk. Amikor elfoglaltak egy várat, általában föladták nagyon hamar a védők, akkor beletette a kellő számú őrséget, fegyvert, minden, de ez még talán kevés lett volna, az volt a fantasztikus nagy találmány, hogy mobil utat is készítetett, amit ugyanígy vittek. Ezek voltak azok a módszerek, amivel ebbe a három hadjáratban az egész elveszett Livóniát és az elfoglalt litván területeket vissza tudta foglalni.